Sziasztok! Ma ezt a labirintust fogjuk megcsinálni. Nem egy bonyolult feladat, és a fizikája sem tükrözi a valóságot. Tehát a szokásos módon indítunk egy Full HD 1080-25 képkockás kompozíciót nyitunk. Az első dolgunk az az, hogy egy hátteret bedobunk, ezt úgy tehetjük meg, hogy a layer fül alatt egy új szolidot nyitunk meg. Aztán pedig egy új shape layert választunk, ugyaninnen a layer panelből. A shape layerben az add lehetőségnél kiválasztjuk a groupot, ami egy üres mappát hoz létre contentsen belül. Létrehozunk két üres groupot, Ctrl-D-vel vagy CMDD-vel tudjuk duplikálni az egyiket O-nak, a másikat R-nek nevezzük el, R mint a kör sugara. A másik pedig O, mint kör. Létrehozunk egy ellipszist, az lesz a center. Egy másik ellipszis pedig, ami maga a labirintus falait fogja adni, ez 300, 600, illetve 900 pixel nagyságú. Adunk hozzá egy stroke-ot, 75 pixel a vastagsága, a színe fekete. A hierarchiában a center a stroke alá tesszük, mert így a stroke nem vonatkozik rá. A centerhez adunk hozzá egy fill, ezt is feketére beszínezzük, és akkor ez a labirintus közepén a lyuk. A toll eszközzel létrehozunk egy átmérőt, ehhez a title safe area-t vesszük segítségül, amelyik középre egy kis keresztet rak, és akkor így pont át tudjuk az átmérőt be tudjuk húzni. Kitöröljük az alapértelmezett filt és stroke-ot, mert nekünk most ennél csak a pass-ra van egyelőre szükségünk. Hozzáadjuk a trim pass-t, ami ugye elvágja ezeket a vektorokat, az irányvektorokat. Ezt mondjuk rögtön egy 20%-ra lecsökkentjük, vagyis az irányvektor teljes hosszának csak a 20%-át érinti innentől kezdve minden változás. Mint például az, hogy hozzá fogok adni egy stroke-ot, amit feketére állítok, és szintén 75 pixel hosszú, és látjátok, hogyha a 100-ra felhúzom, akkor a teljes hosszát kitölti a pásznak a vonal, hogyha nem, akkor csak a 20%-át, és az offsettel lehet ezt a 20%-ot ugye a 100%-on belül különböző pontokra helyezni. Így tudjuk tologatni. Szépen beállítjuk az egyes falakat, ahová jól esik. Az a lényeg, hogy mindenhova jusson egy fal. Ezek után leveszem a title safe area-t, ezek után pedig duplikálom az egészet. És így létrehozom az átjárókat, amik a falakon átvezetnek a következő körgyűrűbe. Én beigazítom őket a helyükre. Nagyon jó. Igen, kell legalább egy hely, ahol bejutnak, illetve kell legalább egy hely, ahol ki fognak jutni a labirintusból. Itt, hogyha az egész R2-es csoportot, vagyis a fehér sugárutakat transformálom, akkor ugye a teljes csoportot el tudom forgatni, akárhány fokkal, illetve bármilyen transformációt tudok rá alkalmazni. Megduplikálom a centert, ez lesz a lyuk, amelyik fantázia dús néven neveztem el. Ez ide a jobb alsó sarokba kerül, ugye itt fog előjönni a golyónk, és akkor innen fog elindulni. Most létrehozzuk a golyót, ehhez egy új szolidat csinálunk, kiválasztunk egy ilyen fémes szint, mondjuk egy ilyen acélkék jellegű szint, mert hogy ez egy 3D hatású gömb lesz, amit mi használni fogunk, amit erre a felületre fogunk generálni, vagy ebből a felületből pontosabban, ami egy 3D golyó lesz, amit ebből a felületből generálunk. Itt az FX fül alatt a perspektívánál található a CC sphere, a rádiusz az a körsugara. Érdekes, hogy a shape layer-nél az átmérőjét állítjuk, itt ennél pedig a körsugarát tudjuk állítani. És most jön a lényeg, az útvonal hozzáadása. Ezt többféle módon is megtehetjük, maszkkal, vagy pedig egy shape layerrel.
Én valamiért jobban szerettem a shape playereket, de hogyha maszként hozzuk létre, az is teljesen működik. A toll eszközzel az általam kitalált útvonalat elkezdem megrajzolni. A bezékarokkal az íveket jól be tudom állítani. És egészen elhúzom a lyukig. Kicsit még megigazítom, fontos, hogy nagyjából középen legyen. Ezt még utólag bármikor lehet majd formázni, finomítani. Úgyhogy nem is akarom ezt nagyon sokáig elhúzni. Amit most csinálok, a contentsnél ugye lenyitom egészen addig, amíg a pászt meg nem találom. Szóval a megrajzolt útvonalat, vagyis ezt a shape layer pászt kimásolom Ctrl-C-vel, vagy CMD-C-vel, és a golyó layernek a position transformjára rámásolom. Beigazítom az egyes pontokat, tudom, hogy pont a lyukon legyen a kis golyónk, és aztán a time reverse layerrel a keyframe-ek időbeli irányát megváltoztattam. Hogyha megfogom, ez ugye láthatjuk, hogy itt a két keyframe között draw across time nevezettű lehetőség, ez arra szolgál, hogy mint ahogy itt a speed graphon láthatjuk, az egyes pontok azok itt nem keyframe-ek, hanem csak az útvonalat jelölik. Ez azért fontos, mert hogyha ugye most így az egész görbe együtt mozog, ezt a pipát deaktiválom, akkor visszaváltoznak keyframe-ekké, vagyis így nem egy egységes futása lesz az egésznek, hanem különböző keyframe-ek között kell a dinamikákat szabályozni. Aztán a teljes kompozícióm ugye 20 másodperc, és a feléhez odaigazítom a golyónak a kijövetelét és a golyónak az eltűnését. A végére beállítom, hogy a golyó eltűnjön, ugye csak simán 100-ról 0-ra leveszem a scale-jét adott idő alatt, és ugyanezt megcsinálom az elején is, hogy kijöjjön ez a golyó. Aztán a következő dolog az animation panelnál kiválasztjuk azt a lehetőséget, hogy add expression. Ez azt jelenti, hogy az After Effects egyes paraméterei, transformációi, egy JavaScript-en alapuló programnyelvvel könnyen programozhatóak, és így nagyon komplex animációkat lehet létrehozni, de egyszerű parancsokat is lehet adni az animációknak, mint például ezt a loop outot, ami igazából arról szól, hogy újra és újra végtelenítve lejátsza a keyframe-einket, amelyik transformációnál alkalmazunk, ugye. A 3D szfer beállításainál van lehetőségünk a fényintenzitással, színnel, fény irányával és magasságával játszani egy kicsit, beállítsuk, hogy honnan érkezzen, milyen erős legyen, illetve ezeket a tükrözési opciókat is variálni tudjuk az egészben. Ezzel csak annyit foglalkozom, hogy ahogy eltűnik a lyukban, úgy elsötétedik a golyó, miközben összemegy. Ezt ugyanúgy leduplikálom, és időben megfordítom a másik felét, hogy amikor bemegy, akkor összemegy, amikor a lyukba beérkezik a golyó, akkor összemegy, amikor a lyukból kijön, akkor nulláról százra felnagyítom a kis bogyót. Kis igazítás még. Itt is az útvonalon ugye bármikor lehet igazítani, finomítani. És mehet a lejátszás. Érdemes a leérkezés dinamikáját is átalakítani, hogy zutty így bepattyanjon azon a gútba. A másik oldalon pedig lassan kiemelkedik, mint hogyha valami kitolná. Igazítok még egy kicsit a tempón, gyorsan induljon, felgyorsuljon. A tempók állítása az már egy játék.
a végén megnézzük, hogy életszerű, vagy éppen pont, hogy nem életszerű, hogy itt állítjuk be, hogy, legyen olyan, amilyenre szeretnénk az egésznek a, mozgását alakítani. Ezzel alakítjuk ki a mozgás karakterisztikáját. És köszönöm a figyelmet. Ennyi volt? Csináljátok meg! Találkozunk! Sziasztok!